3000 forinttól 20.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki mindazokra, akiket illegális szemetelésen ér a közterület felügyelet. Az Egyesület figyelemfelkeltő célzattal szervezte meg szemétszedési akcióját szombat délelőtt, ezzel is rámutatva a probléma jelentőségére. A köztelt felügyelet úgy gondolta, hogy a mai napon szemetet szedünk és nem büntetünk. Azzal tisztába kell lenni, hogy valaki illegálisan szemetet helyez ki a közterületre, akkor helyszíni bírságban 3 és 20 ezer forint között lehet kiszabni, de ha följelentjük, akkor 50 ezer forintig terjedő bírság. Illetve szeretünk Újpesten dolgozni, és én itt is lakom, tehát a környezetemre szeretnék vigyázni, és erre fölhívom mindenki figyelmét. Tartsunk össze, szedjünk csak egy zsákkal és kevesebb. Kevesebb szemét lesz a zöld területen. Az önkormányzati képviselők közül a körzet képviselője Bartók Béla, valamint Ozsváth Kálmán is csatlakozott a szemétszedési akcióhoz. A Népszigetre Wintermantel Zsolt polgármester is kilátogatott. A közterületfelügyelet nem csak azért felelős, nem csak azért érzi magát felelősnek, hogy a szabálytalankodókat, a szabályszegőket megbüntesse, hanem példát is kíván mutatni. Tehát nagyon fontos az, hogy ne szemeteljünk Újpesten, közterületeinket megfelelő rendbe tartsuk, és ebben példát tudnak mutatni. Szeretnénk azt elérni, hogy a közterületeinkre mindenki úgy nézzen, mintha ez egy kert lenne, mint a saját kertünk lenne, és ahogy saját kertünkben igyekszünk minél nagyobb mértékben rendet tartani, úgy gondolom helyes a közterületeinken is ezt megtenni, őrizni a rendet, és figyelni arra, hogy ne gazosodjon el, ne szemetesedjen el, és erre kérünk mindenkit ezzel. A szorgalmas szemétszedők több zsáknyi hulladéktól tisztították meg a területet. Az akcióhoz továbbra is várják a lelkes természet szerető újpestiek csatlakozását, ugyanis egy hónap múlva ismét közös szemétszedésre invitál a felügyelet.